Sziasztok, köszöntök mindenkit! Kérlek szépen jelezzetek vissza, hogy jó-e a hang. Most feltettem rögtön a headsetet. Hogy hallotok-e? Sziasztok! Hallotok? Sziasztok! Jelezem vissza valaki, hogy lehet-e hallani a hangot, léci? Hogy hallotok-e? Jó a hang! Yes! Végre valaki! Köszönöm szépen! Jó, tehát jó a hang. Jó lehet hallani. Nem zúg, nem sistereg? Jó a hang. Szuper! Yes! Nagyon jó! Nagyon örülök. Jó a hang. Ó, de jó. Köszönöm szépen, de most már akkor... lehet hallani, nagyon jó. Köszönöm szépen, sziasztok, üdvözlök mindenkit. Azért elég szép számmal vagyunk már most is, de azért várunk még egy picit. Köszönöm szépen, Erikám, neked is a visszajelzést. Picikét megvárunk. Sziasztok! Sziasztok, üdvözlök mindenkit. Sziasztok, köszönöm szépen mindenkitől, aki visszajelzett, lányok, köszönöm. Ez fontos, nem zúg, yeah! Jaj, de jó! Sziasztok! Sziasztok, sziasztok! Jó a hang, köszönöm szépen! Szuper, szuper, mindenki hall, ennek nagyon-nagyon-nagyon örülök. Köszönöm, Péterem, neked is. Tökéletes a hang. Jaj, de jó! Jó, nagyon örülök. Júj! Igen, nem tudom, ez olyan, mintha ezt nem lehetne megszokni. Mindig izgul az ember szerintem. Minden alkalom. Mal. Jó a hang, jó a szín, szuper. Itt játszottam egy kicsit a lámpával, hogy mondom, ne legyen túl erős a fény. Kicsit zúg. Uh-huh. Igen, azt mondták egyébként a hétfőn is a lányok, hogy egy nagyon picit lehetett hallani, hogy... ja, mert valaki azt mondja, hogy nem zúg. Jó. Most már nagyon szép számmal vagyunk. Örülök, hogy ilyen sokan... megérkeztünk. Ugye Neon Beach Party lesz a témánk. Nyilván már láttátok az előző posztokból, hogy mi lesz a téma. Ezeket fogom nektek megmutatni. Ilyen jó még sosem volt. Ja, igen. Réka, jó van. Szóval ezeket a kis mintákat fogom megmutatni, illetve a technikát, ahogyan készültek. Most igyekeztem egy kicsit előre dolgozni, mert azért most sok minden lesz, és nem szeretném, hogyha lemaradna bármi, úgyhogy most mindent be fogok nektek mutatni, úgyhogy szerintem teljesen jól hallható. Nagyon szépen köszönöm Lukácsi Kerekes Mónikának is. Köszi. Úgyhogy mindenképpen bele fogok csapni a lecsóba egy pár percen belül, hogy mindenre jusson idő. Addig is még, amíg itt egy picit gyülekezünk, addig szeretném nektek megmutatni egy... voltak privátban olyan kérdések, hogy mutassak jó kis nyári neon színeket. Na most nekem nincsenek itt azok a paletták, amik bent vannak a József körúti üzletünkbe, viszont kikentem nektek egy pár színt, és befettem mattfedőbe, mert most mi nagyon rá vagyunk adtava a vendégeinkkel a matt kicsit neon nyári színekre, úgyhogy én ezzel is próbálok nektek egy kicsit segíteni. Sziasztok mindenki, akinek most csatlakozott be. A színválasztásban, mert egyébként a weboldalon sajnos a fotók nem feltétlenül adják vissza a színeket, egyébként a plusz 107-es van az én körmömön is. Illetve itt a középső és a mutató ujjamon van a Liquid Stone ezüstje. Ez is gyönyörű szép, úgyhogy ez is például így néz ki fényesbe, így például matba. De ha gondoljátok, ezt még bármikor elő fogom tudni venni, csak így mutatom, hogy talán ez így jobban visszaadja, és könnyebben tudjátok megvenni. Illetve itt még van egy pár szín, amit kiválasztottam, ezek pedig ugye, ezeket fényesen hagytam. Illetve itt vannak ez a háromféle ilyen csillogós neon színünk, ezekből fogok is egyébként majd most használni. Ez is egy jó kis zöld, kis vagány. Hát a 103 egyébként az nálunk nagy kedvenc, a 157 a rózsaszín is. Nyilván az ilyen zöldet, kéket azt egy picit ritkábban választják a vendégek, de azért mindegyik megy, úgyhogy ezeket is nagyon ajánlom nektek. Úgyhogy ebbe próbáltam egy kicsit segíteni, remélem, hogy tudtam.
próbáltam önöket összeválogatni, amik azért nálam is mennek az üzletbe. Na, így, hogy most már 300-an vagyunk, úgy látom, szerintem elkezdem. Sziasztok! Na, akkor az első témánk, ugye ez a kis buborék hatás lesz. Tök egyszerű majd egyébként, meglátjátok, semmi bonyolultság nincsen benne. Illetve remélem, hogy azért visszaadja, hogy azért itt is van benne egy kis csillogó, illetve itt is van egy kis kék, kicsit megbolondítottam. Sziasztok! Úgyhogy én előkészítettem egyébként a tippeket, hogy azzal sem menjen nagyon el az idő. Úgyhogy én már dobom is föl a kis tipptartómra. Na, amit ezekről egyébként, ezekről a tipptartókról tudni kell, vagy hát a tippekről, amikkel dolgozom, az az, hogy az alap az igazából egy nucin, amit láttam, hogy ritkábban használunk, egyébként én is, mert a pinket, a cobalt pinket, azt többször használom az Elastic hardos kollekcióból. Úgyhogy Elastic Cover Rose az, ami egyébként egy ilyen, ez pigmentáltabb, és jobban fed, mint a Cover Pink. Tehát a Cover Pinket én ezt inkább franciához szoktam használni, kézzel lábon. A Rose pedig igazából ez önmagában gyönyörű. Tehát, hogyha valaki szereti a nude színeket, és aki szereti a natur körmöket és a natur hatást, annak ezt bátran ajánlom, úgyhogy ezt csak tényleg fölkenitek, C-ívet, ugyanúgy lehet vele készíteni. Mindent állagra ugyanazt a funkciót tölti be. Úgyhogy én most itt a barack színű körmöknél, vagy hát az ilyen natúr színű körmöknél ezt használtam. Talán itt ennél a tippnél hagytam önmagában, meg ugye ezt a, ugye ezeken a tippeken dolgozom, ez a négyes, ezeket nálunk is lehet kapni. Jó, de ezekre én húztam a Cover Rose-ból egy réteget, és akkor visszamattítottam. Hát ugye ezeket nyilván matt felületen csináljuk ezeket a mintákat, ugye ezt már egy párszor elmondtam, én egyébként matt felületen szeretek a legjobban festeni, van amikor egymást fedik a géllak színek, de itt most nem erről lesz szó. Itt fogok csinálni gyorsan egy kis baby boomer, vagy hát egy ilyen kis, nem baby boomer lesz ez, bocsánat, hanem ombre átmenet, amihez a 169-es géllakot fogom használni. Ugye nyilván azt tudjuk, hogy minden használat előtt ugye a géllakokat is fel kell rázni, ennek ilyen színe van. Úgyhogy ebből kiteszek egy kicsit a palettámra, illetve bocsánat, nem a palettámat teszek ki, hanem már a tippemre teszek ki, és közben ugye az ombre ecsetemet előkészítem. Jó, kicsit azért áttörlöm, bár nem volt rajta igazán szennyeződés. És akkor ez egy ilyen körülbelül két rétegbe föl is lehet vinni. Elég vékonyan egyébként felvinni ide a kis végére. Jó. És ugye az ombra ecsetemmel ilyen kis lapogató mozdulatokkal megcsinálok egy átmenetet. Itt most egyébként nem annyira fontos, hogy ez teljesen tökéletes legyen, mert betesszük a lámpába. Mert úgyis rá fog ugye kerülni ez a kis buborék effekt, nem lesz feltűnő, ha nem annyira szép most maga az átmenet, mert most nem ez lesz a lényeg. Picit megköttetjük egy pár másodperc. Jó. Mehet rá a következő réteg, hogy azért látszódjon. Jó. Közben azért én itt látom egyébként, hogyha írogattok, úgyhogy nyugodtan lehet kérdéseket feltenni, ha bármi felmerül, ahogy eddig is nyugodtan, bátran. Jó. Mehet is be. Jó. És akkor, ugye itt mindig azt kell nézni, hogy az alap az milyen szín. Mert ugye ahogy ezeket a kis buborékokat rá fogom helyezni, ugye az alatta lévő szín jön ki. Tehát itt, ahogy látjátok, ugye itt mind a kettőnél, itt is ugye az alapszín ugrik ki. Itt ugyanúgy dettó.
Jó? Akkor én most ehhez, hogy ilyen kis fehéres hatásom legyen, ezt a 44-es lakot még egy pici fejrel össze fogom keverni, mert ezzel annyira nem látványos még, úgyhogy ebből egyébként tényleg teszek ki a szilikon lakomra. Most addig ezeket a kis színpalettákat egy kicsit arrébb pakolom. Azért közben mutatom, hogy van-e kuponkód is. Hát ez nem a koromat mutatja, nem lenne baj, de ez most nem az. Na, és akkor a 44-es lakot, ugye egy kicsit kikeverem. Még ahhoz teszek egy kis fehéret, hogy azért jobban fedjen. Én ezt azért szeretem így, mert így tök gyors. Tehát sokkal gyorsabb, mint hogyha fehéret kevergetnénk, vagy próbálnánk meghigítani. Art & Corrector pennel tök jól össze lehet keverni, amíg megkapom ugye azt a fehéres hatást, amit szeretnék. Jó. Ezt így összekevertem, és igazából a 44-esnek az ecsetével fogom felvinni. Oké. Ami fontos, hogy a bubikat azt ezzel a topgéllel fogom belepöttyinteni méghozzá azért, mert ennek van olyan vastag, olyan sűrűsége, ami könnyedén szét fogja nyomni az alatta levő géllakot. Most ez direkt egyébként ki próbálgattam nektek, és ez lesz a legjobb rá. Jó? Tehát nail art topgél. Jó. És akkor fogom a tippemet. És akkor ugye nyilván ki kell találni előtte, hogy mégis milyen formációba szeretném ezeket a kis bubikat rátenni. Fölviszem ugye ezt a kis fehéres színt. Ugye azért látszik, hogy fed is, de valójában mégsem fedi el teljesen az alapot. Jó, és akkor utána megint, jaj, aztán feltettem, hogy nem tekertem rá. Jó, és akkor én ebből is teszek ki egy kicsit ide a szilikon lapomra. És akkor a pontozó tűvel fogok felmenni. Hát és akkor szerintem érdemesebb mondjuk így a közepére picit nagyobbakat tenni. Próbáljátok meg úgy, hogy csak így önmagától menjen rá a pötty. Azért túl sok sem kell egyszerre. De magától látjátok, hogy is szépen nyomódik szét. És akkor ahol látod, hogy még kéne rá, akkor egy-kettőt még lehet oda pöttyinteni. És akkor nekem tök jó pufa kis végeredmény született. Oké, tipicit még az itom, mert itt lettek benne buborékok. És akkor ezt beteszem a lámpába. Jó? Oksi-boksi. Megköttetem. Akkor ugye ide ezekre a részekre, amit itt láttatok, hogy az olyan kis csillogós, azt úgy csináltam, hogy az előző videómban egyébként ugye a csillámport helyettesítettük, porcelánporral és unikornisporral. Azt kikevertem egy lágy fénybe, ez akár lehet topgél, már hogy hígba, úgy értem. Ez akár lehet topgél, akár lehet bézentop, bármi.
Az a lényeg, hogy ez híg legyen, mert ezt csak vékonyan szeretnénk ugye felvinni. Akkor ezt meg is köttettük. És akkor egy kis fénybe belekeverem a poromat. Tényleg nem kell sok igazából, mert csak minimálisan szeretném ezt egy picit feldobni. És akkor egy ilyen kis sort ecsettel felviszem. Nem találtad volna ki? Tényleg? Pedig ugye, hogy milyen egyszerű? Remélem, hogy így jól látszik. Itt mondjuk most egy picit vékonyan hagytam a bubik között. De nem baj. Igen, ilyenkor egy kicsit érdemesebb talán többet hagyni. De ez is egy kicsit ilyen kis különlegessé teszi. Sziasztok! Mindenkinek, aki most csatlakozott, beüdvözöllek benneteket. Most a buborékokat csináljuk. Ez csak egy picit ilyen kis csillogós. Jó, úgyhogy ezzel lehet így szintén ki lehet találni, hogy nagyobbat akarsz, kisebbet akarsz, többet, kevesebbet. Most itt nyilván egy kicsit többet csináltam. Nem is kell egyébként igazából az egészet, csak egy picit feldobni, hogy megcsillanjon, mert hiszen ugye ez egy nyári minta, tehát érdemes azért ezekre valami csillogót rátenni, hogy azért megcsillanjon, hiszen azért csak napsütésbe fogjuk reméljük látni a körmeinket, meg mások is úgy fogják látni. Oké, akkor sok ezt megköttetem. Megköttetem, és akkor mehet rá a fény. Én most az Extreme Gloss gélt fogom használni. Most én azt vettem elő. Szuper. Oké. Ugye ez nagyon szép magas fényű. Azért is, mert kicsit sűrűbb az állaga. Sziasztok! Üdvözlök mindenkit, sziasztok! Hello! Szia, Noémi! Na, és akkor kis buborékaink elkészültek első körben. Jó. Akkor ezt ugye most megköttetjük, és készen vagyunk. Érdemes ilyenkor például a többi körömre a 169-es nagyon jó kis guszta ilyen nyári szint felhúzni, és akkor mondjuk egy-egyre pedig ugye ezt a mintát. Jó, a következőnél fogom használni. Mivel lehet esetleg helyettesíteni a 44-es lakot a fehér higításához? Egész nyugodtan bármilyen fehér géllakot, és hát én leginkább bézentoppal szoktam egyébként higítani, mert ugye az ragacsos marad, tehát nem lesz fényes a felülete, úgyhogy azt érdemes csinálni, hogy kipöttyintesz egy picit egy fehér géllakodból. Vissza lehet nézni, igen. Vissza lehet nézni, lányok. Szóval kiteszel egy pici fehéret, és akkor azt addig higítod, amíg úgy látod, hogy nem lesz olyan a színe. Jó? Na, akkor következik a második, ez ugye elvileg ugye a tengerpartot szeretné imitálni, vagy hát így a tengert, ahogy habzik tulajdonképpen, meg ide nyomtam egy kis tengeri csillagot, aki kivetődött a partra. Melinda sok ilyet csinált tavaly nyáron, szuper. Hát szeretik a vendégek, szerintem ez is olyan jó kis különleges. Jó, akkor ez a következő, ez ugyanúgy megint erre a rózalapra, nagyon szívesen, a rózalapra készül. Ugyanúgy ugye Elastic Cover Rose, amit hogyha valaki lemaradt az elejéről, ezek a Nude Natur alapjaink. Oksi. Na, akkor most ugyanezt a technikát fogom alkalmazni, csak egy picit másképp. Itt most nem ombrésan vagy átmenetesen fogom felvinni a szint, hanem nagyjából ilyen sréhen.
és így a picit nagyobb részére, mint az egyharmada. Szépen egyenletesen. Felviszem. Sziasztok! Valakinek kérdése van, nyugodtan lányok, már itt többen kérdeztek. Mindenki, aki most jött, szívesen elmondok esetleg valamit többször, hogyha lemaradtatok róla, vagy legalábbis igyekszem. Puszilok mindenkit. Jó. És akkor megint ugyanaz, ugye a buborékokat a Nail Art Top Géllel tettem bele, mert ugye elmondtam, hogy ez annyira jó sűrű, hogy nagyon szépen szétterül azonnal, szétnyomja az alatta levő szint. És a puntozó tűvel tettem bele. Oké, és akkor ugye felvittem igazából egy rétegben matt felületre, meg ráadásul szeretnék ugye itt játszani itt a hatásokkal. Top géllel. Sima top géllel lehet bubit csinálni? Lehet egyébként, csak szerintem nehezebb. Azért választottam ki ezt a jó sűrű fényt, mert szerintem ezzel könnyebb, de próbálgassátok. Jó, belehelyezem. Odaérintem. És akkor itt egyébként az egész felületet tulajdonképpen be lehet bubizni. Kisebb-nagyobb. Jó. Ugye nyilván attól függ, hogy mennyi top van rajta. Kicsi. Jó. Ez szerintem így jó is. Én ezt beteszem a lámpába. Nem szabad azért túl sokáig hagyni, mert hajlamosak egy idő után eldeformálódni. Jó? Úgyhogy beteszem. És ezért is érdemes amúgy extrém glosszal is lehetne egyébként, persze. Ezért is érdemes vékonyan húzni a géllakot. Hogy ne, hogy abban ugye nyilván könnyebben szétfolyik, hogyha vastagabban húzod. Oké, és akkor itt is látjátok, hogy itt is tettem bele azért egy kis csavart, egy kis csillámot. Ezt pedig, ez a kék csillám, egy kolorgélünk. Szia Martina, puszika! Egy kolorgélünk, ez a gyönyörű szép csillogó kék, és ez a 146-os. Ez is lehet, hogy egy picit el van felejtve, de szerintem gyönyörű szép. Én ezt most elővettem, mert szerintem nagyon-nagyon szép. Na, kivettem akkor a tippemet. Ott vannak a kis bubik benne, megint előveszem a sortecsetemet, és teszek a bubik közé egy picit ebből a kis csillogósból. Nem kell, hogy sok anyag legyen rajta. Nyilván azért ugye használatot a kolorgéleket is fel kell keverni, mert azért itt is a pigmentek le tudnak. Kuponkodott légy szíves, bocsánat, itt van a háttérben. Cegledi 3232. Itt hagyom, és akkor megpróbálom úgy csinálni, hogy nekem ne legyen útba, és akkor ti lássátok, jó? Így elég jól lehet látni. Néha azért majd így elveszem a kezem. Jó, és akkor még itt is egy kicsit. Ezek csak ilyen kis finom, finom dolgok, de én azt gondolom egyébként, hogy annál többet ér. Mindig egy kicsi csavar. Jó. Oké, mehet be a lámpába. Akkor amíg kötögetnek itt a dolgok, addig látszódik a... Szívesen. Szívesen. Oké. És akkor ugye most jön a fény igazából elsősorban. Azt is mindjárt mondom, hogy miért. Azért jön a fény most, mert ugye rá akarom tenni ugye ezt a kis habzást, ez ugye ez elvileg a tengervíznek a habzása akar lenni, és ugye ezt a legtetejére tesszük, tehát itt először most be kell, hogy fedjük az egészet. És akkor utána fognak ugye rájönni a plusz díszítések. Jó? Tehát akkor itt a következő lépés a teljes körömnek a fénye való befedése. Jó.
Mire jó a kuponkód? A kuponkód az arra van, hogy a live kezdetétől, de az összes előadás egyébként, vagy az összes online élő oktatás, amiket most fogunk tartani, akkor mindenkinek lesz egy kuponkódja, és most konkrétan ezzel a Cegledi 3232-vel tudtok vásárolni 15% kedvezménnyel. Ha jól tudom, 48 óráig. Tehát beírjátok a kuponkódot, akkor kaptok 15% kedvezményt a vásárlásotokból, ugye bizonyos ideig 48 óráig. És ez igazából bármire, tehát most azokon kívül, az anyagokon kívül is, amiket én most bemutatok, vagy amiket használok, nagyon sok mindenre. Ezekről a mintáról jut eszembe, de mennék nyaralni. Jaj, tényleg? Utaztál volna? Jézusom, hova utaztál volna? Fú, hát igen, az most nem túl szerencsés, aki most ment volna. Ezt teljesen kiköttetjük most. Egy teljes köttetést teszünk rá, mert ugye most porcival be fogom szólni. Közben az előző mintánk ugye teljesen kisült, idézőjelbe. És akkor az... De jó, most az ujjamról rátapadt valami. Hát csak egy kis csillám. Szokásos. Ja. Úgyhogy hát igen, hát most ugye sok mindenkinek esküvője lett volna, nyaralni ment volna, hát ez most nagyon kellemetlen. Igen. Hát reméljük azért egy pár hónap, és akkor már nyugodtabbak lehetünk. Kicsit elkéstél, Évi? A buborékokat most csináltam meg. Az a baj, hogy már a második tippen vagyunk túl, mert most már csak köttetjük a tippeket, de visszanézhető lesz az eleje, úgyhogy sok szeretettel téged is várlak, nyugodtan nézd meg. Franciaország és Monaco, minden évben megyünk. Forma 1-re? Igen, elhiszem, hogy legalább dolgozhatsz, igen. Jó, megkötött a fény, elkészült. Na most ugye a fénybe, ugye már géllakkal nem annyira tudunk festeni, úgyhogy most elővesszük. Mit veszünk elő? A Deluxe. Deluxe gél. Vagyis konkrétan a krémgelt fogom most először elővenni. Krémgelt és Deluxe-ot. Deluxe White, igen. Mert hogy nem mindegy, ugye a Deluxe az ugye egy hígabb kolorgél tulajdonképpen, addig amíg a krémgél az pedig egy ilyen habosabb felületi díszítésekhez, illetve egy kicsit kiálló felületi díszítésekhez jobban, jobb egyszerűen hozzá. Jó, úgyhogy most első körben a Deluxe-ot fogom használni. Én is kicsit felkeverem. És akkor, hát itt igazából nem kell nagy dolgokra gondolni, és nem is kell egyformán így bele, tehát ilyen kis hullámosan, vagy ilyen, már eleve habosan föl lehet festeni egy ilyen bizonyos vastagságban, ahogy ugye az arányok kívánják. Picit így rá lehet menni erre a kis bubira. Igen, igen, visszanézhető lesz. YouTube-ra is fel szoktuk rakni, úgyhogy ott is meg fogjátok találni. Perfect Nails YouTube csatornáján. Jó, és akkor ezek után, hogyha ezt így felfestettem, akkor beszórom porcipóra, méghozzá a fehér porcelánporra. Lehetőleg jó vastagon, nyugodtan. Jó, és akkor most előveszem a kis pontozó tűmet,
És itt lehet látni, egy kicsit beszívta a port, én itt majd megint mindjárt be fogom szórni. Kicsit nyugodtan ilyen kis kiálló részeget csináljátok belőle. És ha elég porciport felvett, akkor most már nem fog össze folyni. Meg fog maradni ez a kis habos hatás. És akkor ezzel már semmi dolgunk nincsen, mint hogy megköttetjük. Jó? Remélem ez így tiszta volt. Jó, és akkor ugye most jön rá a kis tengeri csillag. Ott a tetején, ott is fogok használni hozzá krémgélt, fogok használni hozzá, elő fogom venni ugye ismét a kis, ezt a kis kék színes zselét, és még a végén még fogok rá egy kis pöttyöket is tenni. Jó. Itt is ugye megvárjuk a teljes kiköttetést, itt látjátok ugye a kuponkódot, aztán majd, hogyha ezzel a mintával készülünk, akkor jöhet a koktélos pohár. És akkor portalanítás után így fest. Oké. Akkor ezek után ugye a krémgéllel megformázom a kis csillagomat, a kis tengeri csillagomat. Itt a sarokba. Ez is egy olyan minta egyébként, hogy nyáron egy kis tengeri csillagot szerintem mindenki, egy az, hogy gyorsan kész tudtok vele lenni. Visszanézhető lesz YouTube-on is, igen, meg ugye a Perfect Nails Europe oldalán is visszanézhető lesz. Úgyhogy ne aggódjatok, hogyha valaki valamiről lemaradt, meg fogjátok tudni nézni megint. Megint ugye ezt a sort ecsettel csinálom. Mindenkinek megjött a nyaraláshoz a kedve. Igen, de jó lenne, úristen. Hát igen. Az nagyon jó lenne, lányok. Az a baj, hogy nekem, amiatt a gyerekek itt vannak nekem, erre most nem a nyaralást ott eszem, hanem a spongyabobos mese. Na, az is nagyjából kész. Kicsit megköttetjük. Igen. Nem baj, majd megyünk mind nyaralni, lányok. Most tanulunk, meg dolgozunk. Kicsit megköttettem. Akkor kivettem ugye a kis csillogós kékemet. És akkor úgy csinálom, hogy nem húzom végig. Azt nézem, hogy hogy jobb. Nem látszódik jó. Ugye azért a kék az ugye itt is visszaköszön. Jó, ezt is egy picit berakom. Ezek mind ilyen kis villámköttetések. Ha ugye mind a két körmére festesz ilyet, akkor egyik köröm, másik köröm, egyik köröm, másik köröm.
Oké, és mivel ugye ez kolorgél, erre ugye kell egy fedés. Megint csak teszek ki a topgélből, teszek egy picit ki. Azzal most ugye befedem a kész csillagomat, mert ugye ez ragacsos lesz, vagyis ragacsos marad. Igen. És akkor egy kis... topgéllel befedem. Ugye ezekre azért érdemes odafigyelni, hogy mikor mivel festesz. Tehát ugye a deluxe gélek azok ugye fényesre kötnek, a sima color gélek azok ragacsosra, illetve a krém gélek is fényesre kötnek ki, azok mind felületi díszítésekre jók. Jó, tehát most azért is tudtam ugye a color gélt, ezt a kéket rátenni ugye a krém gélre, mert nem vártam meg teljesen, hogy kikössön tulajdonképpen. Hogyha a krémgélt teljesen kiköttettem volna, valószínűleg rá tudtam volna festeni, de nem lett volna olyan tartós. Tehát erre érdemes odafigyelni, hogy azért a díszítéseknél mit hogyan kentek. Ja, ezt még egy kicsit visszateszem. Még egy fél percre, és akkor utána belerakom a kis... Hát ezek elvileg ilyen kis tapadókorongok akarnak lenni. És akkor viszont... a deluxe gélből fogok pöttyinteni, és akkor azzal fogom, arra fogom beleszórni, vagy abba fogom beleszórni a porcelánt. Hogyha ez teljesen kikötött. Jó. És akkor középről indulunk. És azt igazából lehet bármilyen színnel, kisméret, nagyméret. Hát szerintem ez nagyon cuki. Jó, és akkor megint beszólom. Ez is ugye, hogyha megvan, akkor mehet be a lámpába. Ismét! A következő tipünk is egyébként majd egy natúr alapra megy, ahogy ugye elmondtam, a róz, elastic cover róz lesz ugye ezeknél az alapunk, a kis koktélos pohár. Jaj, jó koktélt is, de jó lenne meginni, nem? Kinek mi a kedvenc koktélja? Amúgy lányok. Kíváncsi vagyok. Na, kikötött, most egy picit kisebb lett, mint ugye, amit ott előzőleg csináltam. Mondjuk ezek azt hiszem egyel kisebbek is ezek a tippek, ja. Oké, és akkor itt még én feldobtam egy pár kis pöttyel. Aperol Spritz, Vladimiri, wow! Az nagyon kemény. Én szeretem a piña coladát. Tequila Sunrise. Na, és akkor, hát igen, ha mojito, na az a másik kedvencem. Igen, megkérdezheted, hogy az én körmömön milyen szín van, akkor lehet, hogy te is lemaradtál az elejéről. Az én körmömön a 107-es, plusz 107-es, de majd még a végén meg fogom mutatni, lányok, mert itt vettem ki színeket direkt. Mojito neked is, Erikám? Jó van. Swimming pool. Hú, az is de jó. Szóval készítettem nektek ide ki jó kis nyári neon, meg ilyen nyári, nem csak neon, de nyári színeket, mert hogy volt kérdés, hogy segítsek ebbe, és ugye a webáruházban nem lehet mindig jól látni. És Liquid Stone van a Tequila Sunrise, aha. Nagyjából azért akkor hasonlóakat szeretünk, lányok. Szóval ezek vannak a gyűrűses a mutatójamon, vagyis hogy ez. Ez pedig ugye az ezüst Liquid Stone. Oké, ez kikötött. Akkor jöhet a koktélos pohár. Piña colada, Long Island Iced Tea, jó? Igen, hát azt kevesen bírják, de akkor te már úgy látszik, hogy jó Long Island, mojito, és bár nem koktél, de a fröccs. Igen.
Így van. Rozéfröccsöt most én is megszerettem az utóbbi időbe. Párom csak úgy hívja, hogy macifröccs, mert hogy málna szörpel van, az úgy jobban csúszott. Én most bármit meginnék. Igen, hát aki terhes, az nem iszik. Akkor ugye ez is elkészült. Ott van a kis... Ezt is lerakjuk ide. A kódot is azért lássátok. Na, ez a két tipp készült el eddig. Szóval, jön a koktélos pohár. Na, hát lányok egyébként, komolyan mondom, hogyha vége a karanténnak, és aki Budapesten van, vagy a közelben, esküszöm nektek, hogyha elkezdjük az oktatásokat, valamelyik oktatás után ezek pénteki napokon lesznek, fussunk össze! Aki ráér, legalább ismerkedjünk meg személyesen, mit szóltok hozzá? Én benne lennék. Megfogom, hogy akik el tudnak jönni, azok jöjjenek el, kinevezünk rá egy helyet, beülünk, dumálunk, ismerkedünk, mit szóltok? Szerintem tök jó lenne. Na, a koktélos pohárhoz, ugye amit használtam, az a ugye, csillámos gélakok közül, csak is az Aperol Spritz. Hát igen. Benne vagyok? Jaj, de jó. Szuper! Na. Egyébként a közeljövőben már ki is fog derülni, hogy mikor lesz az első oktatásom, ha minden igaz, július talán 10-e? Nem is tudom pontosan most, nem akarok hülyeséget mondani. Miskolcon laksz, ó, ne kár! Gyere, Erikám! Na, akkor a kékből is kitettem. Egy kicsit, mert ezt a két színt használtam. Oké, és ugye kikevertem. Azt mondja, hogy... Deluxe-ból, hogy kell nekem egy kicsi fekete. Az is. Itt ugye most a poharat fogom megfesteni először. Ahhoz meg ugye kell egy kis fekete. Ugyan nem sok. De egy kicsi mindenképpen kell. És ugye a Deluxe White. Ugye próbálok... Ja, rossz kupakot tettem rá. Ez a Cream White. Jó! Szuper! Gyertek, gyertek! Na, kitaláljuk majd akkor, jó? De komolyan mondom. Nem viccelek ám ilyennel. Találjuk ki, aztán hajrá! Ki kell szabadulni. Na, akkor most keverek egy kis szürke színt. Be lehet majd Zsoltit megkérdezzük, tud-e valami jó helyet? Kevésbé vagyok ebbe járatos. Én nem aztán amennyit járok a városba piálni. Na, ahogy látom, azért vagyunk már egy pár a lányok. Fiúk, lányok. Na, kevertem akkor egy ilyen kis szürkét most. És akkor megformálzom a kis poharamat. Legalább így. Hát igen, gondoltam azért, hogy nem sok mindenki, vagy nem mindenki jutna el, nyilván. Na, megrajzoljuk akkor az alapot ennek a pohárnak. Ez igazából lehet bármilyen a fantáziátokra van bízva. Megint a sortecsettel vagyok. Szögedi, igen, gondoltam, hogy nem szögek vagy. Semmi gond. Jó. Jó, oké. Szabadon foglak. Zsolti. Ugye. Megcsinálom itt az alapokat. Oké, azért, hogyha már megvan így a körvonalak, vagy megvannak a körvonalak, akkor ezt is gyorsan egy gyors kötésre betesszük. És akkor ezután megcsináljuk a koktélnak az alsó részét. Csináljuk itt az alapokat, kitöltjük ugye a kékkel az alját.
és azért itt is majd próbáljuk meg összemosni a színeket. Azért is próbáltam most itt olyan színekkel dolgozni, hogy de hogyha például másmilyen színeket használsz, akkor is érdemes egy kis clear-rel kikeverni, hogy ne legyen annyira pigmentált. Én is most egy kicsit ezt egy kis clear-rel kikeverem, ezt a rózsaszínmet, és egy picit úgy ítéltem meg, hogy sötét. Remélem, jól látszik minden. Jó, és ugye ezt azért lehet egy rétegbe, két rétegbe. De szerintem ez így tök jó, hogy így pont olyan tényleg, mint hogyha ilyen ital lenne. Jó. Ezt is egy kicsit megköttetjük. Én még a kékből egy kicsit fogok rávinni, hogy ez egy picit intenzívebb legyen. Hányas rózsaszín? Mindjárt megmondom neked, Erem. Ez is egyébként ott van a színpalettán, amit csináltam nektek. A rózsaszínból már egyébként nem is fogok még egy rétegbe felmenni. Oké. Okay. És csak 118-as. Bár egyébként ez most kicsit ilyen narancssár. Várjátok. Hát. Narancssárgásabbnak hat. De ez esküszöm, hogy rózsaszín. Kb. A hasonló pink, mint a betűk. Mint a betűk. Úgyhogy 118. Amúgy ő. Még a telefonomon is egyébként úgy látszik, hogy erősebb színt ad. Vagyis, hogy jól azt mutatja. De ha jössz te is a balatoni nyaralóba, az oktatói banzájra, akkor ott van egy hatalmas koktélbár. Wow! Hát jövök. Ha össze tudjuk hozni, nagyon szívesen. Király. Oké, okay. Folytatom tovább a kis koktélos poharamnak a megalkotását. Ja, és ugye ugyanúgy szeretném kapni majd akár privátba, akár kommentbe, akár a saját oldalamra a munkákat. Nagyon-nagyon kíváncsi vagyok, hogy kinek melyik hogy sikerült. Jó? Nyugodtan. Jó, és akkor egy picit azt mondja, hogy ezt most egy kicsit körbe kontúrozom. Most annyira nem fogom azzal húzni az időt, hogy itt árnyékoljak. Szoktam így is egyébként, hogy a saját körmömre húzom a kontúrozót, hogyha úgy érzem, hogy túl messze van a szilikonpad. Egyébként egy ilyen kis fehér kontúr az mindig jól jön. De ezt még igen, meg amit ott előre készítettem nektek, ott az egy kicsit többet pepecseltem, csak most tényleg én is szeretném, hogyha mindenre jutna idő. És azért nem biztos. Félsz, Erikám, hogy nem fogják kérni? Túl durva a rózsaszín? Vagy mire gondolsz? Ja, hogy nem is a rózsaszín. Ja, mert valamelyiket azért küld el. Most nem értettem hirtelen, mit nem akarsz elküldeni. Nyilván, aki szégyelősebb, vagy valami, az elküldi privátba, aztán majd megbeszéljük, hogy kirakhatom-e, vagy nem. De olyan ügyesek vagytok egyébként. Na, itt van akkor a kis poharam. Akkor legyenek feketék ismét a szívószálak. Az is menjen bele. És itt úgy csináltam, hogy
egy kicsit mintha belementek volna, mintha benne lenne úgymond a folyadékba, egy kicsit így halványan ráhúztam. És akkor még egy. Jó van, hát majd meglátod. Nem kötelező. Csak az, aki úgy érzi, hogy szeretné elküldeni. Meg hát azért kíváncsi vagyok. Jó, ezt is megkötöttem egy picit villámra. Meg azért dobunk bele egy ilyen kis pálmafát. Ahhoz meg a 168-as géllakot használom. Oké. Neon színeknél egyébként érdemes egy fehér alapot tenni, azt majd a virágos mintánál majd még erről úgy is fogok beszélni. De most nyilván, hogyha egy vendégnek készítesz egy ilyen úgymond gyors kis nyári mintát, akkor ott most nem feltétlenül kell ilyenekre sok időt szánni. Ezt is kicsit megkötöttem. És akkor itt most a kis redőket azért, kis szürkét belekevertem, hogy picit sötétebb legyen. Mert azért ezekkel azért el lehet sokáig szórakozni. Tehát rengeteg időt vesz igénybe, és azt gondolom, hogy szalonmunkában nem mindig van erre időnk. Meg egyébként a vendégek annyira cukik és olyan hálásak, hogy azt mondják, hogy ez már így is olyan szép. Nyilván, hogyha más a célod, akkor megint csak. Jó. Na. Akkor még itt ezeket a szívószálakat szintén egy picit körbe kontúrozgatom. Jaj. Egy picit azért. Csak ennyi. Oké. Ezeket egy picit most megköttetem, utána teszek rá fényt, és itt nem tudom, látjátok-e, a spider gélt használtam, hogy egy kicsit még jobban feldobjam ezt a kis koktélos mintámat. Nem tudom, hogy aki ismeri a spider gélt, mit tud róla. Ugye ez egy ilyen kis nyúlós... Cuki lett? De jó. Ez egy ilyen kis nyúlós zselénk. A használatáról annyit érdemes tudni, hogy a hőmérséklet elég sokat számít. Tehát, hogyha úgy érzitek, hogy szakad, akkor az sok esetben azért szakad, mert ugyanúgy egyébként, hogy a többi zselénél is számít, építőanyagoknál is és a díszítőanyagoknál is, itt is ugyanúgy számít, tehát ugyanúgy jobban meg tud úgymond merevedni az anyag. Úgyhogy tényleg arra kell csak figyelni, ha használjátok, hogy a megfelelő hőmérséklet meglegyen. Jó? Hát valaki ecsettel szokta húzni, én pontozó tűvel. Én azzal szeretem. Noémi, nagyon jó, most már határozottan inni akarok. Ó, drágám! Fogsz-e még inni eleget? Ne aggódj, pont most gondolkoztam, így egész nap dolgoztam. És a gyerekek ugye itthon, mert hát én is itthon dolgozom. És hát ki kikészítenek, hát imádom őket, de igen, úgyhogy én is gondolkoztam, hogy úristen, milyen pia van itthon. Hogy lehet, hogy kéne, még nem ittam, de ez még változhat. Na, akkor ugye Spider Gélnél ugye azt kell nézni, hogy mutatom,
hogyha belenyúltok ugye így ebbe a kis zselébe, akkor látjátok, hogy vastagabb és vékonyabb lesz, ahogy húzom egyre tovább. Attól függően, hogy milyen vonalakat szeretnétek húzni, vagy tenni rá, attól függ, hogy mennyire nyújtod meg, vagy mennyi anyagot veszel fel. Tehát nyilván, hogyha most vastagabb részt fogod rátenni, akkor vastagabb lesz az egész, de én mondjuk az annyira szerintem nem szép. Tehát érdemes azért egy bizonyos vékonyságig megnyújtani. Jó, és akkor érdemes azt is, hogy így közel, hogy közel vigyem így a kis tippemhez. És az érdemes, hogy egy kicsit így keresztezzék egymást. Egyébként, hogyha nem tetszik, vagy úgy érzed, hogy ez most annyira nem lett jó, akkor letöllöd. Tehát ezt már úgyis... Ja, most tudjátok, mit rontottam el. Jó, most már nem kötettem ki. Nem tettem el a fényt! Hát a fényt, hogy annyira magyarázok itt nektek. Jó, most egyébként... Most mondhatnám... most már nem is tudom. Jó. Akkor megoldjuk. Igen, oké. Jó, most nem kötött még ki teljesen, még le tudom róla szedni. Mert ugye azért itt géllakkos díszítés is van rajta, ugye ezt le kell fedjem. Na, leszedtem. Oké, Extreme Gloss géllel befedjük. No panic. Egyébként, hogyha még akartok kicsit vagy ilyesmi, például a kis koktélotokon, akkor ilyenkor még fény után tök jól lehet a deluxe gélekkel, vagy a krém gélekkel ráfesteni. Jó? Akkor ezt is azért valamennyire kiköttetem. Noémi, te írtad, hogy te mit szeretsz inni? Na most nem is emléksz, vagy te mit, te is mojitót írtál? Ja, azt írtad, hogy bármit. Teresnő nem válogat, mi mondjuk bort ihatsz egyébként. Itt vagyok, meg vagyok. Oké. Szóval akkor kezdjük előről. Mármint a spiderezést. Egyébként azt is lehet csinálni, hogy pár vonalanként úgymond berakjátok egy kicsit a lámpába, hogy ne folyjon össze. Mindegy, csak akkor legyen. Hát értem, oké. Nem válogatunk. De hát igen, nyilván ilyenkor a spider géllel tudok csinálni valamit, hogy újra használható legyen? Mi történt a spider géleddel? Mesélj! Jaj. Na bocsánat, itt vagyok, csak a kutya beleszólt. Itt a állandóan szerepelni akar ez a csaj. Hát hihetetlen. Na. Írd meg nekem, légy szíves, Balázs Márta, kérlek, hogy... Mi lett a spider géleddel? Jó, mert kíváncsi vagyok. Hát, ha tudok neked segíteni. Na, felkerültek akkor a kis spiderek, és akkor ugye a kis bogyókat. Azokat még ráteszem. Sex on the beach, mojito, Irsai Oliver. Olyan lett, mint egy darab gumi. Yesum, Pepi. Hajaj. Hát, az annyira nem jó. Lehet, hogy fény érte? Vagy összeállt az egész? Nem tudom. Nálunk vetted? Milyen kutyusom van? Egy kis háványéz. Van egyébként egy videó, lányok, a saját oldalamon, a Ceglédi Dorottya Műköröm Stylist és Pedikűrös. Ott volt egy, hétfőn volt egy ugyanígy élő díszítő tanfolyam. Elvileg az is fönt van, és azt is meg tudjátok csinálni. Ilyen kis szép dolgokat csináltam. És ott szerintem pont abban mutattam meg, ami járt nektek a videóba.
De egyébként, ha valaki szeretné, akkor most is nagyon szívesen megmutatom a végén. Na, akkor ugye ezt is kiköttetem, és igazából kész. Úgyhogy egy kis havanyész kislányom van. Hát a két fiú gyerek mellé úgy látszik kellett még. Na. Akkor a koktéllal is elkészültünk. És akkor jön ez a kis, hát ilyen tenger alatti ilyen kis növény. Igazából ott is ugye a kis átmenetet csináltam meg. Ezt egyébként zselével, szintén kolorgél, a 218-as.